Köszöntöm nézőinket! Önök a Hévízi Televízió Híradó Extra című adását látják, melyben hétfőnként visszatekintünk az elmúlt hét történéseire. Soha nem látott fejlődés előtt áll Hévíz. A kormány támogatással induló hatalmas beruházás keretében teljesen megújul a tófürdő és fejlődik a Hévíz Balaton Airport. Erről osztott meg tájékoztatást a közösségi médiában a hétvégén Pap Gábor polgármester és Nagy Bálint a térség országgyűlési képviselője. Mindig örömmel jövök ide a gyógytóhoz, sokukkal találkoztam már itt, de most azért állunk itt, hogy egy igazán jó hírt osszunk meg önökkel. Örömmel számolhatunk be arról, hogy Hévíz világszínvonalú megújulását lehetővé tevő, átfogó egészségturisztikai fejlesztési tervet fogadott el a magyar kormány. A terv célja, hogy tavunk megújuljon, hiszen ez az ország egyik legfontosabb turisztikai helyszíne. Aki járt erre mostanában, szerencsére sokan voltak, láthatta, hogy az épületet az elmúlt évtizedek bizony megviselték. Mostanra elavulttá vált, ezért halaszthatatlanná vált a felújítás. Ráfér és megérdemli a modernizációt. A kormány támogatásának köszönhetően a tófürdő épülete visszakapja fénykori megjelenését, az új épület igazi kastélyként emelkedik majd ki a vízből. A fürdővárosi fejlődést elindító festeticsek előtt tisztelegve az épület visszakapja eredeti külsejét, miközben a 21. századnak megfelelő műszaki tartalommal születik újjá. További örömhír, hogy a kormánynak köszönhetően egy másik régi vágyunk is teljesül, hiszen a nemzetközi turizmus felpörgetéséhez nélkülözhetetlen a Hévíz Balaton Airport megújulása. Legyünk büszkék rá, hogy hamarosan egy új, impozáns fürdőbe érkeznek majd vendégeink, mi hévíziek pedig minden nap egy csodálatos kastélyban gyönyörködhetünk majd a gyógytavon. November havához számos szent emléknapja, népszokás és hiedelem kapcsolódik, melyeknek nem csupán egyházi, de jelentős népi vonatkozása is van. Ezeket gyűjtöttük csokorba, stárjuk önök elé ismét Gyanú Szilvia néprajzkutató segítségével. Októbert tartjuk mint szent havának, miközben minden szentek napja már novemberre esik. Az ünnepre való felkészülés és az azt megelőző időszak azonban a rákészülés ideje. Ilyenkor az asszonyok a sírkerteket megtisztították, feldíszítették, és több helyen már a gyertyákat és a mécseseket is kihelyezték. November 1-e, az a minden szentek napja, november 2-a pedig a halottak napja, ugye ezek nagyon szorosan követik egymást, minden szentek, nem mindig volt november 1-én, ezt a 9. századtól ünnepeljük ilyenkor, tulajdonképpen ez egy nagyon fontos egyházi ünnep. Eredetileg a megdicsőült egyház ünnepe, amikor a névtelen szentek sokaságát ünnepeljük, azokat, akik olyan sokan vannak, hogy fel sem lehet sorolni őket. Minden szenteket a vallási és népi ábrázolásban is jellegzetesen mutatják be. Általában ők az atya körülülő szentek sokasága. Nem csak a katolikusok ünnepelnek, hanem ugye a protestáns felekezetek nem tartják annyira hasznosnak ezt a túlzásba vitt szent kultuszt. Ők a reformációnak az emléknapját tartják még október 31-én, illetve a reformációnak a hónapját. A hagyomány szerint november 1-én, vagyis minden szentek estején szokás kilátogatni a temetőbe. Azért, mert az archaikus elképzelés szerint akkor kezdődik a nap, amikor az előző lemegy. Tehát minden szentek estején kezdődik tulajdonképpen a halottak napja, halottak napján pedig a megholtakra emlékezünk. Régen nevezték lelkek emlékezetének, lelkek napjának is. A legtöbb kultúrában a halott kultusz, a halottakra való megemlékezés az nagyon is fontos szerepet játszik, és az emlékezetnek szüksége van időpontokra, helyszínekre. Zala és Somogy megyében elterjedt volt ilyenkor a rétes sütés.
Számos településen még a mai napig is él ez a szokás. Korábban ezt kint hagyták az asztalon, esetleg kenyeret, sót, bort is tettek mellé, meg is terítettek, mert úgy képzelték, hogy ilyenkor visszalátogatnak a halottak, látnak bennünket, ezért megvendégelték őket, gyertyát is tettek az asztalra, vagy pedig az ablakba, azért, hogy mindenképpen hazataláljanak a halottjaink. A halottak napját már a régi idők óta dologtiltó napként tartja számon a néphiedelem. Sőt, számos helyen a halottak napjának hete, vagy más néven a halottak hete is dologtiltó hét volt. Nem szabad kenyeret sütni, nem szabad meszelni, nem szabad vizes munkákat végezni, nem szabad mosni, nem szabad párolni, azért egyrészt, hogy nehogy a férgek ellepjék a házat, másrészt pedig azért, hogy nehogy vizes legyen kedves halottunknak a ruhája a túlvilágon, és azért nem végeznek ilyenkor földmunkát, nehogy megzavarják a holtaknak a nyugalmát. Térségünkben Zala megye déli részén és az ország számos pontján is voltak különféle jellegzetes, az ünnephez kapcsolódó szokások. A halottak napján előfordult egy jelképes koporsónak is a felállítása, szoktak ilyenkor adakozni a szegényeknek, azzal a célra, például, hogy a temetőnek a bejáratánál ültek a szegények, a koldusok, és adakoztak ilyenkor, mert az alamizsna oznás az azért volt, hogy az elhultaknak a lelki üdvéért imádkozzanak. Ez az időszak sokak számára az emlékezés és elcsendesülés időszaka, de valójában mindenkinek megvannak a régi bevált szokásai, melyeket már nem szentségtörés a mai kor igényeihez igazítani. Márton nap egy manapság újra nagyon kedvelt ünnep. Ugye november 11-e az az időszak, amikor illik már minden kinti munkát elvégezni. Régebben megszólták azt, akinek mondjuk a kinti munkálatai nincsenek ilyenkorra befejezve. Hát Szent Márton az egyetlen híres pannoniai születésű szentünk, akinek a legendája a glibákhoz kapcsolódik. A legenda szerint Márton, amikor a Loire-menti Tours püspökévé választották volna, alázatból a ludak ójába bújt, hogy kitérjen püspökké választása elől, de a ludak gágogásukkal elárulták a szentet, így kénytelen volt a püspökséget elvállalni. Ezért fogyasztunk liba és kacsa sültet november 11-én, a napjainkban ismert Mártonnapi vigasságok keretében. Mártonhoz kapcsolódik még egy gasztronómiai különlegesség, az új bor. Ugye Mártonnak nagyon jó helyen van a névnapja, pont az ő névnapjára fornak el a borok, és ilyenkor megszokták őket kóstolni. Keszthely környékén, Hévíz környékén és a szőlőhegyekben ilyenkor kimentek, és tulajdonképpen pincéről pincére járva megkóstolták egymás borát. Ilyenkorra úgy szokták mondani, hogy megmutatja magát a bor, ilyenkorra kiderült, hogy milyen is lesz az éves bortermés. November 19-én bő egy héttel Márton után ünnepeljük Árpádházi Szent Erzsébetet. Nem annyira a néphagyomány, mint inkább balladák, népdalok, népmesék és népi játékok őrzik emlékét, ahogyan a pünkösdölőkben is gyakorta emlegették. Németországban is előfordul a folklor műfajokban, illetve francia irodalomban is bekerült, mint az ártatlanul szenvedő nő, aki nagyon jóságos. Ugye Szent Erzsébethez kötjük azt a csodát, hogy a kenyér a kötényében rózsává változott, és ezt ugye ő csempészte ki a várból a szegényeknek. Így vált ő a szegények, istápolandók, emberbaráti intézmények, szegényházak és kórházak védőszentjévé. Neve napja jelentős, de Szent Erzsébet nevéhez nem kötődik sok néphagyomány. A német nyelvterületen szokták azt mondani, és a magyar folklórban is előfordul, hogy ha Erzsébet napján havazik, akkor azt szokták mondani, hogy Erzsébet asszony meglázta a pendejét. A bálványoknak sosem áldozó, az urat még kínzások árán sem megtagadó alexandriai Szent Katalin, a 14 segítő szent egyike. Őt és mártír halálát ünnepeljük november 25-én. Régen egy nagyon fontos dologtiltó nap volt, hiszen ilyenkor nem szabadott forogni a kerekeknek. Nem szőttek, nem fontak, és még a malmok is leálltak, mert a szentnek a legendája arról szólt, hogy az ő kínzatására és megölésére szerkesztett késes szekerek, illetve ezeknek a kerekei simán szétestek. Ezért megjelenése is jellegzetes. Okos nő révén általában könyvvel és pálmaággal ábrázolták, de a kínzatására használt késes szekér is gyakran látható mellette. Legendájából adódóan véd a természeti katasztrófáktól, betegségektől, végtagvesztéstől és a hirtelen haláltól.
Alexandriai Szent Katalin nagyon okos volt, és nagyon ügyesen tudott érvelni, a vitákban mindig felülkerekedett, ezért tudott nagyon sok embert megtéríteni is. Ő börtönben volt, a legendája szerint, és azért, mert a börtönben a kínzatásokat olyan szépen viselte, ezért a foglyok is hozzá imádkoznak, a foglyoknak is ő a védőszentje. De, mivel ilyen szépen beszélt, jól érvelt, nagyon okos volt, jól vitázott, ezért a beszéddel, szónoklással kapcsolatos szakmáknak is ő a védőszentje, például az ügyvédeknek, szónokoknak. Katalin ünnepen női dologtiltó, valamint férj és feleség jóslónap is volt a néphiedelem szerint. Bár a legényeket ez a kérdés sosem érdekelte igazán, a hagyomány szerint Katalin napjának éjszakáján lopott női ingen nyugovóra térve megálmodták, hogy ki lesz a feleségük. Szent Katalin a lányoknak vőlegény szerző szentje. Például a Katalin ágat szokták ilyenkor, gyümölcsfágat szoktak vázába tenni, hogyha karácsonyi kizöldült, az azt jelentette, hogy hamarosan férjhez megy az a lány. Néhány nappal később, november 30-án ünnepeljük Szent András apostolt, aki eredetileg halászember volt, mielőtt testvérével, Péterrel együtt Jézus tanítványai közé szegődtek. Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát Itzakáján, szokták mondani Zalában. András is egy olyan nap, amikor a lányok meg szokták jósolni, hogy ki lesz a vőlegényük, például, hogy böjtöltek egész nap, és akkor éjszaka megálmodták, hogy ki lesz a vőlegényük. Előfordult az is, hogy András nap reggelén a hajadon lányok kiálltak a kapuba, s amilyen nevű férfi először szembejött, úgy tartották, azt a nevet viseli majd a férjük is. De jellemző volt az is, hogy kiálltak a trágyadombra, s ahonnan a kutyák ugattak, onnan érkezett a kérőjük. András nagyon fontos állomása a mezőgazdasági évnek, hiszen egyik évben beleesik az adventbe, másik évben még nem esik bele, ugye november utolsó napja, és a disznóvágásoknak a kezdete. Disznóölő Andrásnak is nevezik, és a hagyományos paraszti világban, amikor még nem volt hűtőszekrény, nem volt elektromos áram, nagyon fontos szerepe volt a disznóvágásoknak, illetve annak az időszaknak, amit András megnyitott, hiszen András napjától tudták biztosítani a következő évre, az egész évre való hús, zsír, szalona és egyéb élelmiszereknek az utánpótlását. Ezért különféle mágikus eljárások árán is igyekeztek biztosítani, hogy minél jobban sikerüljön a disznóvágás, ne avasodjon meg a zsír, vagy hogy jövőre is legyenek kismalacok, ezért nem volt mindegy, hogy mikor vágják le a disznót. Volt, ahol új holtkor nem szabadott, volt, ahol teli holtkor nem szabadott, volt, ahol azt mondták, hogy az asszony ne háljon együtt az urával, mert akkor majd megavasodik a zsír. És néhány helyen, amikor levágták a disznót, a levágott csöcsbimbóit visszaszokták dobni abba az olba, ahol az a disznó volt, azért, hogy annyi kis malac legyen, amennyit éppen bedobtak, és ilyen kis mondókákat is szoktak hozzá mondani, felegőbe, felekany, Isten szaporítsa. A disznóvágás szintén a közösen végzett háztáji munkák közé tartozott, ezért illett a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak segítséget nyújtani, természetesen egy kis kóstolóért cserébe. A disznóvágás után azonban mindig együtt mulatoztak, s olykor ezt követően, vagy már megelőzően is elkezdték a felkészülést az adventre. A szeretettel gyógyítókat köszöntötték a szociális munka napján a fürdővárosban. Pap Gábor polgármester azt mondta, az ő munkájuk szeretett szolgálat, melynek középpontjában az ember áll, akinek nem csak a testével, hanem a lelkével is foglalkozni kell. Alig várom, hogy a nap lenyugodjon. A városvezető kiemelte, a szociális területen dolgozók munkája abban áll, hogy a testi és lelki tekintetben rászoruló embertársaink ne váljanak kiszolgáltatottá, áldozattá, és könnyebb legyen egy kicsit az életük. Úgy fogalmazott, a Covid időszak még inkább rájuk irányította a figyelmet azokra, akik a család mellett, vagy olykor helyette törődnek sokakkal. Megpróbálunk tényleg mindent az önkormányzat részéről a szociális területhez hozzárakni, legyen az családsegítés, legyen az idősek otthona, legyen az házi segítségnyújtás, házi beteg gondozás, és sorolhatnám még. Tehát nagyon sokrétű a feladata a kollégáknak, a kolléganőknek, vagy akár csak simán az étkeztetés. Én azt gondolom, hogy
országos szinten, hévízen, vagy országos szinthez viszonyítva hévízen azért megfelelő és jó körülményeket tudunk biztosítani. És ahogy itt mondtam a kollégáknak, én hozzám tényleg nem érkezik úgymond panasz ezzel a területtel kapcsolatosan. Varga András, a Terézanya intézmény vezetője kijelentette, igyekeznek a sokféle segítő terület összhangját és egymásra épülő egyensúlyát megteremteni az ellátottak érdekében. Persze a munkatársakra is figyelnek. Van is egy hivatás erre, a segítők segítője, a szupervízió, amivel rendszeresen élnünk is kell. Egyrészt erre van egy kötelezettségünk is, különböző továbbképzések által, de mi nem csak akkor szeretünk ezzel élni, amikor kötelező, hanem amikor úgy érezzük, hogy a csapat egy kicsit elfáradt, vagy túlterhelődött, például mondjuk a Covid időszak alatt, amikor rendkívül kimerültek voltak a kollégák. A Terézanya intézmény Hévízen és Cserszegtomajon körülbelül 1000 embert segít különféle szolgáltatásokkal. A múlt hét elején beszámoltunk arról, hogy térségünkben számos helyen megemlékeztek Szent Márton napjáról. A Szentről szóló misztériumjátékkal készültek a hittanos gyermekek a hévízi Szentlélek templomban a Szent Mise után. Ezt követően lámpás felvonuláson majd agapén vettek részt a hívek. Az 5 órakor kezdődő Szent Mise után a hittanos gyerekeké volt a főszerep a hévízi Szentlélek templomban. Megható kedves műsorral, Szent Mártonról szóló misztérium játékkal készültek a híveknek. Szent Márton Pannónia szentje. Szaváriában a mai szombathelyen született, és ahogy a pápa is fogalmazott, ő egy magyar szent. A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jó indulatát, ami a gyerekek számára is példaértékű lehet. Ezt elevenítették fel a hittanos gyerekek, akik szívesen szerepeltek a műsorban, és sokat készültek rá. A hittanosok készültek, a hitoktatónk, a Rita, Kovács Rita, ő készítette fel erre a kis misztérium játékra őket, és hát ugye előszeretettel, most már ez egy hagyomány számunkra, most már nem is tudom, 4.-5. éve, hogy ezt végezzük, és hát gyerekkel együtt, valamikor nagyobb kör volt, most kisebb, mivel hát az időjárás olyan bizonytalan volt, és nem akartuk azt, hogy menet közben eleredjen az eső, és a gyerekek szétázzon, vagy elázzanak. A gyerekek a felkészítéskor megismerkedtek a szent életével, a róla szóló előadásra otthon szüleikkel készültek. Anyukámmal, meg apukámmal, anyukám olvasta, amit nem én mondok, és amikor éljettem, akkor a bajt, és mondtam a én szövegemet. Sziklabá, 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 sziklabá. A program után a szereplők és a misztérium játék nézői, szülők, rokonok, hívek közösen vonultak végig a templom körül lámpásokkal énekelve, majd a délutánt egy jó hangulatú agapéval zárták a plébánián, pogácsával, meleg teával és forralt borral. Színes programokban gazdag mártonnapi kultúrestet tartottak a hétvégén Gyenesdiáson. Többek között lampionos felvonulás, libasült, új borkóstolás és örömzenélés várta az érdeklődőket. Azt tartották a régi öregek, hogy Márton napján új bort kell inni, mert aki Márton napján új bort nem iszik, az egész éven át szomjazik. Rengeteg népszokás fűződik november 11-éhez, Márton napjához. A jeles alkalommal rendeztek idén már második alkalommal táncházzal fűszerezett kultúrest egy Gyenesdiáson, a Kárpáti János Általános Iskola aulájában. Az esemény a Gyenesdiási Közkultúra Alapítvány és a helyi önkormányzat közös szervezésében valósult meg. Fest azért jött létre, hogy a gyenesdiási kulturális közösségeket, művészeti csoportokat egyrészt megünnepeljük, másrészt, hogy összejöjjünk, együtt legyünk, jól érezzük magunkat, és azért kicsit jobban megismerkedjünk egymással egy kötetlen program keretében. A belépés díjtalan volt, a vendégek az általuk hozott batyukból fogyasztottak. Azonban a bejáratnál megvásárolható liba jegyért cserébe ropogós combot is falatozhattak, amit a Gyenesdiási Nyugdíjas Klub tagjai készítettek.
A hagyomány szerint ugyanis Márton napján szinte kötelező libát enni. Aki libát nem eszik, az egész évben éhezik. Tehát most már a libuskáinkat is felhizlaltuk eléggé jól, és elérkezett a várva várt est, ahol kicsi meg nagy, öreg meg fiatal együtt örvendezünk. Nagy szeretettel készültünk a combok mellé, párolt káposztát csináltunk. Ez a nap nem csak a szárnyasok elfogyasztásáról szól. Szent Márton napján van ugyanis az újbor ünnepe is, amikor a szüret befejeztével először kóstolják meg, hogy az adott évben mit sikerült kipréselni a szőlőzemekből. Természetesen ez a hagyomány most sem maradt el. A környékbeli pincék termékeit kóstolhatták meg a vendégek, utána a vállalkozó szelleműek csak nem hajnalig robhatták a táncot a parketten, vagy elmélyült beszélgetést folytattak az asztaloknál. Hangulatos programokkal készültek az óvónők és az óvisok a Zalaapáti Csupacsoda óvodában és mini bölcsödében Szent Márton napjára. A következő percekben képekben igyekszünk visszaadni valamit az ünnepi délután hangulatából. November 11-én Márton napján ünneplik az új bort is, ami a bortermelők és borkedvelők jeles napja az éves kalendáriumban. A hagyomány szerint ezen a napon szokás megkóstolni az évi termés első produktumait. November közepén nem csak a libák kapnak kiemelt szerepet a mindennapokban, hanem az új bor is, hiszen erre az időszakra lesznek palackészek az első tételek. Ilyenkor szoktak a gazdák összeülni, megkóstolgatni egymás új borait, tanácsokat adni, beszélgetni róla, hogy alakultak eddig a borok, esetleg ha valamelyikkel probléma van, akkor mind lehet változtatni.
A novemberi újbor jellemzője, hogy könnyed és illatos. Ez a készítés folyamatát is jelzi, hiszen ezek javarészt mind reduktív, azaz oxigéntől elzártan acéltartályban készülő borok. Nálunk legelőször a Sauvignon Blanc és a kék frankos rozé, amelyik palacképes, aztán következik a cserszegi fűszeres. Én azt gondolom az olasz rieslingnek egy kis tartályos vagy akár fahordós érlelés is szükséges, a vörös borainkhoz pedig egy éves korukig nem nyúlunk hozzá, azok egészen addig fahordóban pihennek. Az idei év időjárása sok kihívás elé állította a szőlőtermelőket, ezáltal a borászokat is, de mint mindig a lelkiismeretes és odafigyelő munka az idén is meghozta gyümölcsét, idén is kiváló borok kerülhetnek az asztalokra. A szőlőművelés szempontjából egy nehéz évjáratról beszélünk, de akinek sikerült megvédeni a nyári időszakban a szőlőbetegségektől a szőlőjét, annak szerencséje volt, mert szeptemberben egy nagyon meleg, száraz időszak következett, így nagyon szépen beértek a szőlőink, egészségesek, lédúsak voltak, és ez tükröződik vissza a borainkban is. Friss, üde, illatos, gyümölcsös, és szerencsére sikerült mindegyik fajtából kihoznunk azt, ami a fajta jelleget mutatja. Érdemes azonban megegyezni, hogy kapkodásra semmi ok, hiszen az aktuális termés egészen addig újbornak minősül, amíg a következő évben nem jelenik meg az új évjárat kínálata. Az intézmény fennállásának 21. évfordulójáról emlékeztek meg a Hévízi Szent Lukács idősek otthonában. Az ünnepi szentmisét dr. Udvardi György veszprémi érsek celebrálta, aki a gondoskodó szeretet fontosságáról beszélt, kiemelve a Hévízi intézmény példaértékű munkáját. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Az otthon kápolnájában dr. Udvardi György emlékeztetett, az evangélium mindig lehetővé teszi, hogy a Szentírást a saját helyzetünkre, életünkre vonatkoztatva értelmezzük, mert Isten üzenete nekünk szól, amellyel éppen most hív bátorít. E helyen az elmúlásra és az ítéletre figyelmeztet a tanítás, arra, hogy számot kell vetnünk cselekedeteinkkel. Amikor az evangélium figyelmeztet bennünket Jézus második eljövetelére, figyelmeztet a találkozásra, figyelmeztet az ítéletre, akkor sosem fenyeget, sosem ijesztget, sosem akar megrémíteni, hanem sokkal inkább azt kéri tőlünk, hogy nagy-nagy bizalommal tekintsünk az Istenre, nagy-nagy bizalommal tekintsünk az ő ajándékára, a vele való találkozásra. A főpásztor arról is szólt, a Teremtőre kell figyelnünk, aki bennünket jónak alkotott, hogy az örök szépség után vágyakozzunk. Az ember életében pedig a családtagok, vagy éppen egy idősek otthonának munkatársai teszik jelenvalóvá az isteni jóságot és irgalmasságot. Az ünnep folytatásában Karácsonyné Kisenikő intézményvezető kitüntetéseket, elismeréseket adott át, majd arról is beszélt, az otthon megkapta a családbarát munkahely elismerést, és szeretnék megszerezni az engedélyt arra, hogy egészségügyi szakápolási tevékenységet is végezzenek. Ezzel azt akarják elérni, hogy a Szent Lukács intézmény falai között biztosíthassák azokat a szolgáltatásokat, amelyekért jelenleg kórházba kell vinni a bentlakókat. Ezt a szépséget, amit elénk állnak, ezt tovább tudják folytatni. Ezt követően Sáringer Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke megnyitotta azt az ikon kiállítást, amelynek alkotásai az immár 15 éve működő Gyenesdiási festőtáborban születtek. Emlékeztetett, Szent Lukács alkotta a világ első ikonját, és bár volt idő, amikor kitiltották a Krisztus, a szűzanya és a szentek ábrázolását, sőt üldözték a képek készítőit, 843 óta viszont töretlen, fegyelmezett, rögzített szabályokhoz kötött művészeti ág fejlődése. A mai világban, akkor, amikor minden arról szól, hogy valósíts meg önmagadat, és ez nem is probléma, hogy megvalósítjuk önmagunkat, hanem amikor arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy úgy valósíts meg önmagadat, hogy aztán ne nézz semmit, ne érdekeljen semmi, gátlástalanul menjél előre. Akkor az az ember, aki ikont alkot, vagy egyáltalán művészettel foglalkozik, az hogyan éli meg ugyanezeket a gondolatokat. Én azt hiszem, hogy
ezek az emberek, ezek amikor önmagukat is megvalósítják ezekbe a művekbe, akkor örömet szereznek nekünk is szemlélőknek. Így pedig már nem öncélúvá, hanem közösségivé válik a művészet, ami ez esetben megerősíti a szemlélő hitét, hangsúlyozta Sáringer Kenyeres Tamás. Kedden reggel hivatalos megnyitóval vette kezdetét a Hévízi Illyés Gyula általános iskolában az éves megmérettetés sorozat az Illyés Napok. Jelen voltunk az első percek eseményein. Ünnepélyes megnyitóval és polgármesteri jókívánsággal kezdődött a 31. Illyés Napok. A jeles esemény alkalmával, rajzkiállításon, szavaló és szép kiejtési és nyelvi versenyeken, valamint hangszeres bemutatókon mérettethetnek meg a nebulók. Fontos feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást, a tehetségeknek versenyeztetését is, és a mai napon vers és prózamondó, illetve szép kiejtési verseny megszervezésére kerül sor. Szerdán, holnap délután csillagszületik tehetségkutatót tartunk bármilyen tehetségterületen, amiben a gyerekek neveztek. A csütörtöki napon angol és német idegen nyelvhasználati versenyt rendeznek az iskolában, majd még aznap délután a művészeti iskola növendékei mérhetik össze tudásukat a környék többi iskolájának küldöttjével. Kedden és csütörtökön körzeti versenyekről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a környék iskoláiból érkeznek hozzánk tehetséges gyermekek. A versmondó szép kiejtési szép versenyre 66 gyerek érkezett hozzánk a környékbeli iskolákból, illetve saját tanulóink köréből. A sűrű programokkal teli hét záróakkordja pénteken lesz a diákok számára. Szombaton a teljes hét megkoronázásaként pedig a szülőknek is esélyük nyílik, hogy megtapasztalhassák az iskolai kollektívához tartozás érzését. Pénteken pedig a zenei versenyeknek a kiemelkedő tehetségei egy zenei esttel zárják a gyerekeknek szervezett programjainkat, szombaton pedig egy jótékonysági alapítványi bált szervezünk szülőknek és vendégeknek. Az egyhetes rendezvény megnyitása mellett Pap Gábor, Hévízváros polgármestere és Csepregi Mária intézményvezető koszorút helyezett el az iskola névadója Illyés Gyula költő szobra előtt. Városunk legidősebb fája a Hévízi tó körüli véderdőben egy korábbi viharban sérült meg. Most szakszerű faápolási munkával mentették meg. Hévíz legidősebb fája egy több mint 100 éves sziafa. Az év elején egy hatalmas, 12 méteres ág kiszakadt a déli oldalából, így az egyensúlya megbomlott, és az a veszély állt fent, hogy egy nagyobb szél kidöntheti. Szerettük volna elkerülni a fának a kivágását, úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási érték Hévíz számára az idős fa, Hévíz legidősebb fájáról beszélünk, és most azon dolgozunk, hogy egy ápoló metszéssel ezt a fát meg tudjuk menteni. Körülbelül szerintem még egy 40-50 évig így még élni tud a fa. A Hévízi tó természetvédelmi területe 60 hektár. Ezen a Hévízi Szent András Reuma Kórház és Gyógyfürdő végzi el a természetvédelmi kezelési feladatokat. A véderdő területe közel 40 hektár. Szerepe azért kiemelkedően fontos, mert a tó felett kialakult párapaplant védi, hogy a szél el ne fújja. Ez a párapaplan akadályozza meg a tó párolgását, illetve nagymértékben mérsékli hőmérsékletének csökkenését is. Ezért is fontos minden faegyed és azok megmentése a véderdőben. Ha a lomkoronában nem nyúlunk bele, és nem alakítunk a fán nem végződőt ápolómetszést, akkor az asszimiláló felület, tehát a lomb felület, az túlságosan nagy lenne, és egy következő vihar az szintén egy letöréshez vezetne, ami akár egy komoly balesetet okozna, hiszen a mögöttünk lévő fa, az gyakorlatilag kilóg az útpályának az egyik jelentős részére. A szakemberek alpin technikával és emelőkosaras autóval dolgoznak, ezzel a fa szélterhelését is jelentősen tudják csökkenteni. Minden fa kifejezetten értékes természeti elem, azért, mert nagyon sok más élőlény találja meg az életterét és a táplálkozási lehetőségét a fa környezetében, és amiatt, hogy ez szilfa, amiatt különösen is értékes, mert hogy a szileket pusztítja egy olyan kárláncolat, aminek következtében nagyon sok száraz szilfa van itt a Kárpát-medencében, és ez egy kivételesen egészséges szilfa, úgyhogy nagyon-nagyon kell rá vigyáznunk. Hévíz legidősebb fája jó kezekben van a tó körüli véderdőben. A szakszerű faápolási munkáknak köszönhetően megmenekült a kivágástól.
Kedvelt itala és kiegészítő eleme a romantikus téli estéknek és az adventi vásároknak a forralt bor. Azonban a meleg italok sorait koránt sem ér véget, és a jól ismert változatok mellett bizony évről évre új téli koktélok jelennek meg. Pögre markolászós forró italok. A kockás pokrocba burkolózott fa, héj és szegfűszeg illatú, összebújós tévénézés idíje mindenki fejében vagy szívében ott lakik. Azonban ha az ember már unja a forralt bort, vagy csak szimplán valami extrával szeretné meglepni kedvesét vagy a vendégeit, akkor számára nagyon jó hírünk van, hiszen létezik az élet a forralt boron túl is. Nem is akármilyen. Az első ital egy kubánó nevezető meleg téli, idézőjelben téli ital lesz. Természetesen mindennek létezik a profi és az otthoni verziója is. Azonban a titkos konyhai recepteket és a megoldásokat most a hivatalos, professzionális megközelítéssel helyettesítenénk. Kezdjük az alapoknál. A kávé tömörítés az általában elég fontos. És a vízhőfok is, tehát előre egy kicsit, ameddig nem kezd el szépen egy vonalba folyni a víz, addig leeresztjük a felesleges meleg vizet. Ezek után egy kis csokoládészirup és egy leheletnyi rum kell az italhoz, amit tejhabbal koronázunk. Elkészült a meleg italunk, és rákanalazzuk a tejhabot. Ezzel el is készült a kávés, csokis, lágyan, teljes, enyhén rumos forró italunk, a kubánó. Azonban itt még nincs vége a sornak. Szót kell ejtenünk az elmúlt évek egyik kedvenc alternatív forró italáról, a hot aperolról. Következő italunk, amit fogunk készíteni, az egy hot aperol lesz. Tehát az aperolt mindenki ismeri, tehát aperol spritzbe szokták fogyasztani a kedves vendégek. Ennek a hot aperol lesz a téli verziója, tehát megnézzük, hogy működik ugyanúgy télen is ez az ital, forró ital formájában. Azt hiszem, nem árulunk el titkot, működik. Nagyon finom ízharmóniával rendelkezik az ital. Tehát savasságát kicsit fokozzuk, általában jobb minőségű almalévekkel dolgozni, savasság miatt extra savtartalmú citromot, hasonlókat nem teszünk bele. Édesítés szempontjából is egy passion fruit nevű szirupot használunk, ami egy kellemes ízt kölcsönöz. Ezen kívül a két fő komponens az aperol maga és egy könnyed, illatos, száraz fehérbor. A melegítésnél érdemes odafigyelni, hogy az alkohol 78 fok felett elpárolog, így italunk a legfőbb jellegét veszítheti el. Magyarországon most egyre nagyobb divat, így a, úgymond a nyári italokból kreált téli ital. Ki gondolná, hogy egy kimondottan nyári frissítőből a ciderből is remek forró ital készíthető? Pedig... Következő italunk egy winter cider lesz. Ez is egy szénsavas ital, de abból is készítette abszolút mértékben meleg ital. És nem is gondol az ember, hogy egy kis pálinkával meg tudjuk borondítani. Mindezt annak ellenére, hogy a pálinka karakteres jellege és harsány ízei miatt nem az a kimondottan koktél alapanyag. Egy alma pálinka, hát rosszat nem fogunk az ital alatt csinálni. Másfél cent pálinka, és jöhet is a szénsavas cider. Közöléshez rakunk hozzá, hogy az ízek jobban összeérjenek, egy kis szegfűszeget és egy kis fahéjat. Mindezek után a szegfűszeget leszűrve, az egész fahéjat viszont felhasználva szervírozzuk a forró vendégvárót. Esetleg még egy gerezdalmát rádobhatunk. Viszont az italhoz már raktam egy kis cukrot esetleg, hogyha valaki igényelni. El is készült a következő italunk is. Fogyasszák kedves egészséggel! Ha alkoholos ital készítéséről van szó, az emberi találékonyság határtalan. Elég csak a sörkészítésre gondolni, hiszen mekkora elkeseredettség és magány kellett ahhoz, hogy valaki a csírázó árpából, főzéssel alkoholos italt kísérletezzen ki. Ki tudja, lehet lassan el kell kezdenünk ismerkedni a forró, kávés, barna sör gondolatával. Közeleg a hideg téli csapadékos időszak. Itt az ideje, hogy felkészítsük gépjárművünket is az elkövetkezendő hónapokra. A gumicserét, a fagyálló folyadék ellenőrzését és egyéb előkészületeket nem feltétlenül kell az utolsó pillanatra hagyni. Nyakunkon az esős, ködös, havas téli időszak.
Az előttünk álló hónapokban fontos, hogy ne csak magunkat, hanem gépjárművünket is megfelelően felkészítsük a hidegebb, közlekedési szempontból jóval veszélyesebb évszakra. Soha ne induljunk útnak úgy, hogy nincs feltöltve a mobiltelefonunk, hiszen a mai világban a kommunikáció elengedhetetlen, legfőképpen vészhelyzet esetén. Az első és legfontosabb az, hogyha tudjuk, hogy hova megyünk, mit csinálunk, akkor mindenképpen az előrejelzéseket figyeljük, hiszen bármikor akadhat olyan helyzet, hogy nagyobb mennyiségű eső, nagy isten hó, vagy bármivel találkozhatunk, akár az országon belül, akár az országon kívül, így mindenképpen célirányosan készüljünk erre az útra. A tájékozódást nagyban segítheti a Katasztrófa Védelem Vész applikációja, amely naprakész információkkal szolgál az utakról, és bármilyen típusú telefonra letölthető. Autónk nyári gumiját plusz 7 fokos hőmérséklet alatt már tanácsos lecserélni télire, de előtte mindenképpen ellenőrizzük, hogy használatra alkalmas állapotban van-e. Amennyiben már kopott, viseletes, újat kell beszerezni. Futófelület mélysége az mindenképpen hát egy 4 mm minimum legyen. Az évjárata, azt meg azt szokták mondani, hogy hát hivatalosan 10 év, de igazából egy téli gumi esetében egy 5-6 év után már nem olyan a tapadása, tehát érdemes cserélni. Hát sokszor előfordul az, hogy 15-20 éves abroncsokat szeretnének felrakatni, ami már abszolút nem javasolt, tehát az már baleset veszélyes. Fontos még a hűtőfolyadék fagyállóságának ellenőrzése. Kevesen tudják, de ezt szinte bármelyik benzinkúton megtehetik ingyen és bérmentve az autósok. Egy úgynevezett refraktométer segítségével azonnal megállapítható, hogy bírja-e még a hideget a hűtővizünk, vagy érdemes újra tölteni. Illetve a legfontosabb, bárhova is indulunk el, a biztonsági övet soha ne felejtsük el bekapcsolni, még ha ez kényelmetlennek tűnik is. Hiszen ahogy mondani szokták, lehet, hogy az öv részben korlátoz a szabad mozgásban, de közel sem annyira, mint a tolószék. A Vadaskert étterem beszélgetős estjének vendége volt Csúlya Imre, Jászai Mari díjas színművész. Kötetlen beszélgetés keretein belül osztotta meg a közönséggel életének fontosabb eseményeit, a színészi pályájának kezdetétől egészen napjainkig. Csoki, Füleki Károly polgármester, Bala, Traktor, esetleg Elbándi és Torrente magyar hangja. Ezek a szerepek mind egy embert takarnak, Csúlya Imrét, korunk egyik legfoglalkoztatottabb színészét, akivel csütörtök este személyesen is találkozhatott a Vadaskert étterem közönsége egy kötetlen beszélgetős műsor keretein belül. Hiába játszott el, illetve játszik látszólag egymástól teljesen különböző karaktereket, mégis mindegyiket sajátjának érzi, és mindegyikben fel tudja fedezni önmagát. Nem tudnék úgy bemenni a színpadra, hogy nincs közöm ahhoz az adott szerephez, tehát mindig igyekszem egy próba folyamatba kreatív ötleteket belevinni, hogy ne csak egy instrukció teljesítő gép legyek, hanem hogy én magam is hozzáadjak az alkotáshoz, meg hát hogy nekem is örömöm legyen abban a munkában, mert anélkül nem megy. A beszélgetés során szóba kerültek többek között a hajdunánási gyermekévek, a nagymamája, aki már egészen kiskorában megszerettette vele a verseket, illetve hogy rajta kívül mennyire nem bízott abban senki, hogy a sok ezer jelentkező közül neki sikerül bejutnia a színművészeti főiskolára. De vicces forgatási, illetve színházi történetekből sem volt hiány, amiket a tőle megszokott, vidám stílusban adott elő, összetévezhetetlen, mindenki által ismert orgánumával. Az én színészi életem így kerek, hogy szinkronizálhattam is, forgatok, színházba játszom, kabaréba hívnak, olykor beszélgetős műsorokban járom az országot az önálló estemmel. Szóval nekem ez így kerek az életem. Kevesen tudják róla, hogy nagy viccmesélő, mi több gyűjti is őket. Szintén ez a helyzet a poénos találós kérdésekkel kapcsolatban is, képtelenség rajta kifogni. Melyik állatnak a legvidámabb a neve? A juhé! Szerethetőségének titka a közvetlensége.
Hiába ismeri egy egész ország, ő megmaradt annak a hajdunálási fickónak, akivel kapcsolatban az az érzés támad, hogy bármikor leülhetünk mellé, és már hallgathatjuk is tőle a színesebbnél színesebb történeteket, mint ahogy az ezen az esten is tapasztalható volt. Szerepeiből is ez sugárzik. A határtalan természetesség, ami, ahogy ő mondja, számára a színészet velejárója. Hetente kétszer agyagozással, korongozással, kerámia készítéssel ismerkedhetnek a kreatív kezek Vonyarcvashegyen. A művelődési ház kínálatában újnak számító szakkör, a kikapcsolódás remek eszköze lehet. Csillag Eszter keramikus, okleveles formatervező művész Vonyarcvashegyen a művelődési házban tartja Dagonya Tanya Fantázia nevű kerámia szakkörét. A minden héten, kedden és szerdán 5 órától látogatható elfoglaltsághoz nem szükséges előképzettség vagy gyakorlat, bárki bátran jelentkezhet Eszternél. A programra 7-8 éves kortól egészen nyugdíjas korig várják az érdeklődőket, akik ismerkednének az agyaggal, mint anyaggal, dagonyáznának, alkotnának. Csatlakozni folyamatosan lehet. Megismerkedhetnek a korongozás fortéjaival, nehézségeivel és szépségeivel, aztán van a lapnyújtásos technika, amivel nagyon sok szép dolgot lehet létrehozni, és a szabad kézzel építés, majd ha komolyabbra fordulna a dolog, akkor még akár a gipszes technikát is kipróbálhatnák. Az agyaggal való munka tudatos jelenlétet kíván. Sokat adhat a mindennapi mókuskerékben. Kiszakít, kapcsolódni, elmélyülni tanít. Általa megtapasztalhatjuk alkotó, teremtő energiáinkat. Hát a legtöbbször úgy megyünk innen haza, hogy mindenki fúra fel van töltve. Szóval, hogy van egy ilyen befelé fordulás, van ez az elmélyülés, és ez az alkotó energia, ami megjelenik, ami igazából egy nagyon-nagyon meditatív, tehát egy meditatív folyamat, amitől feltöltődünk. A szakkör indulásakor a reménybeli látogató korosztálya nem volt meghatározva. Gyakorlatilag bárkit szeretettel várnak a foglalkozásokra. Ott jártunkkor a fiatal és a legfiatalabb korosztály néhány tagja tágította kreativitásának határait. Én nagyon arra számítottam, hogy gyerekekkel lesz tele a szakkör. Ők most kezdtek megjelenni így 3-4 hét indulás után, és nagyon sokan jönnek felnőttek, akik arra vágynak, hogy egy kis én idővel gazdagítsák magukat, valami új dolgot tanuljanak, esetleg ami kimaradt a gyerekkorukból, vagy egyszerűen csak a kerámia mostani divatja megragadja az embert. Petra rutinos résztvevő. Korábbi alkotásai az asztalon száradnak, aktuális agyagtárgyát pedig szokás szerint munkaideje végeztével kezdte formázni. Az agyagozást remek kikapcsolódásnak, feltöltődésnek tartja. Őszintén megmondva, én azért kezdtem el, mert elég összetett munkám van, és ez nagyon jól ki tudja kapcsolni az embert, hogy kiszakad a kicsit a szürke hétköznapokból, és ezáltal elő tud jönni a kicsit kreatívabb oldala. Úgyhogy az teljesen mindegy, hogy agyag, rajz, festmény, bárki, aki alkot valamit, az egy nagyon jó dolog. A szakkörnek otthont adó művelődési házban a foglalkozás alatt folyamatosan zajlottak egyéb programok is, gyakorlatilag teltházzal működött az intézmény. A mai napon a nagy teremben szintén újdonságként tánc van, gyermektánc, majd azt követően most már most elkezdődik a szépkorúak tánca is, ez is egy újdonság. Emellett még az idei évtől sikerült becsatlakozni a Nemzeti Művelődési Intézetnek a szakkörprogramjába, és mézes kalács, illetve gyöngyfűző szakkörök indultak, azok is nagyon szépen haladnak és alkotnak, a kisebb csoportokba jelentkezik, akik ebben részt vesznek. A legkisebbeket Zenebölcsibe várjuk minden héten egy-egy alkalommal, illetőleg hát újdonságként elindult az ankol szakkörünk is, az csütörtökönként van itt a művelődési házban. A szakkörbe folyamatosan várják új tagok jelentkezését is. 5-6 látogatás után, a mázas égetést követően több tárgyat is hazavihet saját alkotásaiból a próbálkozó. És ha úgy ítéli ezekből, hogy sikerült kreativitását formába önteni, marad a Dagonya Tanya tagja. Ám ha valakinek nincs ennyi ideje, akkor egy-egy alkalommal is el lehet látogatni a Vonyarcvashegyi Művelődési Házba, melynek Facebook oldalán bővebb információk szerezhetők az agyagozó szakkal.
Dogline című sorozatunk múlt heti részében újabb négy lábúakkal ismerkedhetnek meg nézőink a karmacsi Elizabeth menedék kutyusai közül. Szerető gondoskodó gazdit keresnek az Elizabeth menedék négy lábúi. A karmacsi telephelyen több tucat kutyus tölti mindennapjait, akiknek legfőbb vágyuk a meleg otthon és a szeretetteljes család. Segítsünk nekik, hogy ők is megtalálják a számukra megfelelő gazdi jelöltet. Lumi, aki egy valószínűleg házkikeverék kutya, és eléggé jól szocializált. Az a története, hogy a gazdájának most el kellett költözni egy olyan helyre, ahol nem tudta magával vinni állítólag. De ismerjük már a Lumit régebről, mert volt nálunk korábban panzióban. És őt valahol befogadták egyébként, és 4 hetesen már ivartalanítva lett, ami nagyon furcsa. Négy hónaposan, már ivartalanítva lett. Ezért minden kutyával kijön, de egy kicsit azért dominanciára hajlamos. Mindenképpen csak aktívabb, középkorú vagy fiatal emberek mellé tudom elképzelni, nagyobb gyerek mellé akár, nagyon kicsi mellé nem van érete miatt, és nagyon sok mozgása van még egyelőre szüksége. Fiatal, jól tudom, 2 vagy 3 éves, úgyhogy nem is egy túl öreg kutyus, úgyhogy szobatiszta lakásban is egyébként el van, úgyhogy lehet lakásban is tartani, csak tényleg kell a megfelelő mozgás. Ő Héra, és ő szintén költözés miatt került hozzánk. 2021-ben vagy 2022-ben született, tehát még ő is fiatal, és husky létére nem szökik, tehát ő egyáltalán nem szökős. Gyerek mellett nőtt föl, úgyhogy gyerekek mellé is ideális lehet, ő egyébként kinti kutya volt mindig. Sajnos őt nem sokat nevelték, nem sokat foglalkoztak vele, úgyhogy rá még azért rá fog egy kis nevelés. Most te beszélsz, vagy én beszélek? Jó, Héra egyébként kijön más fiúkutyákkal, még nincs ivartalanítva, de ivartalanítás után lehet majd őt is örökbefogadni. Mindig egy kicsit az elején hajlamos egy picit úgy morogni a másik kutyára, de igazából eddig még nem tapasztaltuk azt, hogy agresszív lenne más kutyákkal, csak inkább talán egy picit domináns. Stefani egy Steffi és aktív kutya, és csak magas kerítéshez lehet örökbe fogadni, vagy akár lakásban nagyon sok foglalkozással. Most nagyon izgatott, de egyébként már egész jól kezelhető, mert ivartalanítás után volt egy kicsi, nem tudom, feszültség benne, de most már lement. De ha kint van és mozog, akkor ő nagyon szépen jön a pórázon, szépen lehet sétáltatni. Szerintem okos és gyorsan tanul. Úgyhogy ő itt a Steffiről alkotott képet eléggé le tudja rombolni, mert ő nem egy ilyen fenevad kutya. A fiúkutyákkal kijön, lánykutyákkal nem tudjuk egyelőre, de lehet, hogy azokkal is össze lehet szoktatni. Természetesen idősek mellé nem való. A karmacsi Elizabeth menedék munkatársai a tavaly év sikerén felbuzdulva, idén ősztől újra várják az állatbarátokat a kutyasuli programjukra. Már tavaly is volt egy ilyen kutyasuli, egészen jól sikerült, akkor egy bemutatóval készültünk. Most idén ősszel indítottuk újra, úgyhogy még lehet csatlakozni menhelyi kutyussal. Hát igazából nincsen nagy kritérium, annyi, hogy azért egy kis kutyás tapasztalat legyen, meg ne féljen mondjuk az illető a kutyától, de megpróbáljuk megtalálni a legmegfelelőbb kutyát, akivel tud kutyasulizni. És azt szoktuk látni, ugye, hogy hétről hétre fejlődnek a kutyák, meg nagyon élvezik, már várják ezeket az alkalmakat, amik egyébként szombaton általában reggel vannak. Az Elizabeth menedék Facebook oldalán ki szoktuk írni, hogy mikor van a suli, és akkor lehet csatlakozni. Nem muszáj rendszeresen jönni, hogyha valaki csak alkalmanként ér rá, az is jó.
De térjünk is vissza a sorozatunk eredeti céljához. Amennyiben Lumi, Héra vagy Stefani felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak, hiszen nekik ez egy új sors kezdete lehet. Kedves nézőink, egyebek mellett ezek történtek a múlt héten Hévízen és környékén. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy társaink voltak a visszapillantásban.